ha a barátaimat megválogathatom, de titeket nem. És mégis összekötveletek veletek valami olyan feltétel nélküli szeretet, amiben benne van az, hogy mivel összetartozunk, azért meg kell tudnunk bocsátani egymásnak. Mivel ez egy életre szól, ez alól nem lehet, ez elől nem lehet elbújni, Mindenhogyan a anyám maradsz, vagy a testvérem maradsz. Ezért ebben a közösségben megtanulunk megbocsátani, segíteni, egymásért áldozatot hozni. Valójában erről szól a családi élet. És tulajdonképpen ezek pont azok a dolgok, amiket a hitünkben is Jézusnak a nyomán megélünk, mint a hitünknek az alapértékeit. Mit jelent úgy szeretni, jót akarni, megbocsátani, áldozatot hozni egymásért? Ezeket tanultuk meg Jézustól, és fölismerjük, hogy ennek a forrása, mintája az éppen a családi élet. Kedves testvérek, ezt a... Az egyházunk abban is kifejezi, hogy nem csak a templomban kötött házasságot tekinti Istentől adott életre szóló szentségi közösségnek, hanem például a nemhívőknek, a megkereszteletleneknek az egymással való házasságát, vagy a nem tudom, muszlimok vagy buddhisták egymással való házasságát, éppen olyan ö, érvényes és Istentől való kapcsolatnak tartja, mint két katolikusét. Mert ez nem vallásfüggő. Ez a jó Istennek a teremtésben adott ajándéka. És tulajdonképpen mondhatjuk azt is, hogy ez a feltétele egyáltalán annak, hogy valaki megérthesse az életében, amikor Jézus arról beszél nekünk, hogy Isten egy mennyei édesapának a szeretetével szeret minket. Honnan tudná valaki, hogy milyen ez a szeretet, ha nem ismerhette meg a családjában azt, hogy őt várják, elfogadják, támogatják, hogy őt szeretik, hogy akarják a boldogságát. Szóval, kedves testvérek, igazából nagyon sok ember előtt a, a hitben az egyik legfőbb akadály pont az, hogy nem ismerhette meg emberi szinten, emberek életében azt, hogy mit jelent az áld, áldozatos és feltétel nélküli szeretet. Hogy először is a mai napon gondoljunk arra, hogy milyen nagy ajándék az életünkben, hogyha vannak olyan emberek körülöttünk, akik, akikkel ilyen viszonyban lehetünk hogy milyen ö, csodálatos dolog az életünkben, hogy vannak akiknek mindegy, hogy mit tudom én, Nobel-díjasok vagyunk, vagy életfogytosok. Nem ezen múlik a szeretetük irántunk, hanem egyszerűen az összetartozásban, a vérségi kötelékben egy életre szóló szövetség van közöttünk. Ez egy nagyon nagy ajándék az életünkben, és talán azzal kéne kezdenünk a családi életünknek a megújítását, hogy erre értékként tekintünk. És ezt fölismerjük, hogy hát jó, jó, hogy így van, és jó, hogy vannak szüleink, gyerekeink, testvéreink, családtagjaink, akikkel mindezt megélhetjük. Ha fölismernénk, hogy ez milyen nagy érték, akkor lehet, hogy, hogy nagyobb szívvel próbálnánk meg ezt a valóságban is megélni.